A Szabadkai Iván Szárit Műszaki Iskolában az elsők között épül meg a gyakorlati oktatóközpont. Az épületben a duális képzésben résztvevő tanulók elméleti és gyakorlati oktatása zajlik majd, mondta az intézmény igazgatója. Zsejko Rajcsics hozzátette, a diákok korszerű felszerelés mellett tanulhatják meg a szakmájuk mellett a csapatmunkát, a kritikus gondolkodást és a kreativitást. Training center će obuhvatati radionice, laboratorije i kabinete za različite struke i tehnologije, uključujući mehatroniku, robotiku, CNC tehnologiju, bravarsko-zavarivačku tehnologiju, saobraćajnu struku, automehaničarsku i autoelektričarsku, telekomunikacijsku, elektrotehničku struku, kao i mašinsku obradu. Az oktatóközpontban a diákok olyan tudásra tehetnek szert, amely felkészíti őket minden a jövőben rájuk váró kihívásra a munkaerőpiacon, emelte ki Sztevan Bakić. Szabadka polgármestere hangsúlyozta, a város fontos feladatának tekinti az oktatás színvonalának növelését. Ovaj savremeni moderni trening centar koji će biti izgrađen sa najsavremenijom opremom će se prostirati na 3600 kvadratnih metara. Oprema koja će se nalaziti u njemu je obezbedilo ministarstvo, resorno ministarstvo, a vrednost je 75 miliona dinara i 600 hiljada. Inače, za sam nadzor grad je opredelio 16 miliona dinara. Az oktatóközpont megépítése nem csak Szabadkának, hanem az egész Észak-Bácskai régiónak és a tartománynak is fontos, nyilatkozta Útott Róbert. A tartományi oktatási titkár azt is elmondta, hogy jelenleg 12 oktatóközpont épül Szerbia területén. A diákok összekötve a piaci szereplőkkel tudnak olyan tudáshoz jutni, amit utána az ő versenyképességüket tudja javítani. Úgyhogy ilyen szempontból a tartományi kormány, a tartományi titkárság is ezt üdvözli. A szerb kormány 5 millió dinárral támogatja a Szabadkai Oktatóközpont létrejöttét, mondta a Duális Oktatás és Országos Képesítési Keretrendszer Hivatalának megbízott igazgatója. Gabriella Gruit arról is beszélt, miért fontos befektetni a fiatalok oktatásába. Kľúčna reč je centar. Centar moći znanja, centar moći daljeg razvoja ljudskog kapitala, koji upravo leži u vašem potencijalu. Svih mladih Subotičana, ali i šireg regiona. A tervek szerint a gyakorlati oktatóközpont kiépítése egy évig tart majd Szabadkán.